Hagyományteremtő szándékkal indították el 3 évvel ezelőtt Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum csapatépítő programját. Dömötör Csaba, a Szakképzési Centrum kancellárja számolt be a tudnivalókról. Nagyon fontos, hogy időnként együtt legyünk, és a 8 iskola, akik együtt dolgoznak itt a centrum keretein belül, megismerjék egymást, és az itt dolgozók egy kicsit kötetlenek formában is ismerjék meg egymást. Iskolák között is, iskolán belül is, mert azért ennek van egy ilyen csapatépítő jellege. A 3. éve működünk, és van egy másik nagyon fontos és kiemelt célunk, ami pedig arról szól, hogy minden évben olyan helyre menjünk a megyében, ami valamilyen szempontból érdekes, izgalmas lehet. Meg kell ismerni mindenki számára. Így voltunk első évben Faddomboriban, tavaly a Györkönyi Pincefaluban, és most itt vagyunk Dombováron, a Szigeterdőben. A kancellár hozzátette, a rendezvény célja, hogy a csapatépítés mellett a Vármegye meg annyi települését és történelmi mi voltát is megismerjék. A mai nap során nagyon sok közvetlen, kötetlen program van, elsődlegesen csapatépítésről szól ez a nap. A kollégák tudnak élőcsocsózni, nyomozós játékban részt venni, és még számtalan egyéb olyan lehetőség van, ami tényleg csak arról szól, hogy érezzük jól magunkat, érezzék jól magunkat, és hogy a csapat az csapattá kovácsolódjon, amennyire lehetséges. Az eseményen részt vett Pintér Szilárd, Dombóvár város polgármestere is. És mindig nagyon büszke vagyok rá, hogy a Szigeterdőbe megyei rendezvényeket tudunk tartani, hiszen azért évről évre több megyei rendezvény került megrendezésre. Azt gondolom, hogy a környezet nagyon méltó. Ugyan a természet nem a legszebb arcát mutatja, mint egy megnyitomba is mondtam, hiszen kicsit ilyen őszi hangulat van, már leestek a fáról a levelek, de hát remélem, hogy mindezek ellenére az ideérkező 400 szakközési centrum dolgozó nagyon jól fogja magát érezni. Mi napok óta készültünk erre a rendezvényre, megpróbáltunk magunk körül rendet rakni, hiszen mindenki, amikor vendéget vár, akkor megpróbál kitenni magáért, mi Dombováron ilyenek vagyunk. Molnár Gábor testnevelés szakos tanár a Tamási Vályi Péter szakképzőiskolából érkezett. Az volt a feladat, hogy a rekeszekből kellett minél magasabb tornyot építeni, úgyhogy be voltunk kötve egy ilyen beülőbe, és egy ember segíthetett alulról, aki adogathatta fel a rekeszeket, és minél magasabbra kellett fölrakni, 13-at, azt mondta az úriember, hogy 13-at lehetett volna fölrakni maximum, 9 sikerült. A Szigeterdőben közel 400 fő mérettette meg magát a különböző ügyességi feladatokban.